hogy nagy szerencsére egy olyan országban élhetünk, köszönhetően Magyarország kormányának, ahol folyamatosan nőnek a bérek, folyamatosan növekedik az életszínvonal. Szinte már csak munkaerőhiányról esik szó munkanélküliség helyett. Biztonságban élhetünk egy olyan országban, amelynek védve vannak a határai. Ezekkel a szavakkal köszöntötte a jelenlévőket Kovács Sándor, a Fidesz helyi szervezetének elnöke, a Nemzeti Konzultáció kérdéseivel foglalkozó lakossági fórumon. Ahogy azt az előadó, Hoppál Péter államtitkár hangsúlyozta, a kormány eltökélt az ország védelmében, olyan politikát kíván folytatni, amely a magyar emberek érdekeit képviseli. Igenis, szuverén adópolitikát szeretnénk folytatni, ahol a családokat továbbra is támogatjuk, ahol csökkentjük az adókat. Igenis, szuverén energetika politikát szeretnénk folytatni, ahol kiállunk a rezsicsökkentés mellett és a magyar energetikai biztonság mellett. Igenis, mi szeretnénk dönteni, hogy milyen kultúrában, milyen társadalomban nőjenek fel a gyermekeink és az unokáink, ezért a migráció ügyében markáns állásponton vagyunk. Hogyha ezeket tehát a magyar emberek véleményformálásának a hátterével tudja a magyar kormány ezeket az ügyeket képviselni az Európai Unió központjában, akkor sokkal erőteljesebb a hangunk. Erre kérjük a választópolgárokat, erre kérjük a magyar embereket, hogy minél többen vegyenek részt ebben a mostani konzultációban. Ahogy az államtitkár fogalmazott, a rossz stratégiai irányokon változtatni kell. Magyarország ebben úttörő szerepet vállal. Az Európai Unió bennünk van, nem a brüsszeli bürokratában, tette hozzá. Magyarország kinyilvánította azon álláspontját, hogy az Európai Unió belül képzeljük el a jövőnket. Mi nem kívánunk egy Brexithez hasonló társadalmi folyamathoz hozzájárulni. A magyar kormány nem érdekelt az Unióból való kilépésben. Ezt regisztrálta már a kormány, regisztrálta a miniszterelnök, tehát itt nincs szó arról, hogy kilépési folyamatokat készítenénk elő ezekkel a vitáskérdéseknek a napirenden tartásával. Viszont a jogunkat fenntartjuk arra, hogy az Európai Unió teljes jogú tagjaiként a rosszul működő döntéshozatal ellenében felemeljük a szavunkat. Hoppál Péter azt mondta, az emberek véleményét kikérve lehet csak hatékony munkát végezni. A Fidesz helyi szervezetének elnöke szerint ez helyben is igaz, hiszen az atomerőmű bővítés és a város előtt álló feladatok tekintetében elengedhetetlen a folyamatos kommunikáció a lakossággal. Egy olyan jövő van előttünk, ami hosszú távra meg fogja határozni Paks életét. Egy olyan beruházás előtt vagyunk, most már minisztert is adtunk, ami úgy gondolom, hogy még hozzá fog tenni Paks lehetőségeihez. Az emberekkel közösen kialakítani kell egy olyan város jövőképet, amiben ők is jól érzik magukat, ami valóban megfelel egy atomvárosnak. Ez mind küllemében, mind élhetőségében, mind hosszú távú jövőképében. Ezt az emberek együtt tudjuk csak. Én azt nem hiszem, hogy minden egyes képviselőnek megvan a maga gondolata, de ha ezt nem fűzzük fel az emberek véleményére, akkor ez nem fog működni. A városlakókkal együttműködve lehet felépíteni Paks jövőjét, hangsúlyozta Kovács Sándor.